Köszöntöm kedves nézőinket! A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályában a héten a negyedik forduló mérkőzéseit rendezték meg. A dobogó harmadik fokán tanyázó Bombon a mindig mindenkire veszélyes MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz ellen lépett pályára. A Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság első osztályának negyedik fordulójában, tehát a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz a Bombonnal méri össze erejét. Fekete mezben a MÁV, ő kezdik a mérkőzést, míg fehér mezben megszokott szerelésében a Bombon. Nézzük magunkat, a főszereplőket, a játékosokat, kik léphetnek pályára a mai mérkőzésen. A MÁV kapujában Jankovics áll, mezőnyjátékosok 13-assal Pusztai, 7-essel Filótás, 3-assal Lukács Krisztián, 9-essel Monics Péter, 5-essel Bodor Károly, 6-assal Legerszegi Zoltán, 10-essel Farkas Roland, 8-assal Kiliti Lajos, 15-össel pedig Kukancsik Zoltán. Mindkét oldalon egy-egy kapura lövés eddig, és az első szöglet. A Bombonnál a kapuban Pirik Ferenc, a mezőnyjátékosok pedig 3-assal Cséna Attila, 13-assal Fésű Gábor. Képen most lőtt kapura, ma bedobás lett a dologból. 7-essel Molnár Csaba, 8-assal Szoboszlai Zsolt, 27-essel Balózs Zsolt, 4-essel Komáromi Zoltán, 5-össel Kerecsényi Tamás és 9-essel Kis Róbert. Ismét Fésű próbálkozott a kapu előtt, azonban ez a próbálkozás mellé ment. Pusztai. Jó volt a beleszúrás a labda útjába. Így bedobás. Fésű nagyon szorosan őrzi a másik 13-ast, Pusztait, aki azonban így is kapura tud fordulni és gólt tud lőni. Villámgyors kezdés a MÁV-tól. A második perc elején járunk, amikor megszerzik a vezetést. A fekete mezesek. Ezzel tehát 1-0. Nem sokat vacakoltak, ha fogalmazhatunk így. Megkapta a labdát, Pusztai lefordult fésűről és be is lőtte. Nézzük, lesz egy gyors válasz, Molnár, ez a kapusé. Ismét Pusztai próbálkozhat, és jól lépett ki Pirik kapus. Megint csak Pusztai. Újabb jó lövés. De ezúttal nem elég pontos. Lábbal hárított Pirik. Fésű. Kerecsénytől kapta vissza Fésű Gábor. Elől egyelőre csak Molnár. Azonban ő is elég ahhoz, hogy kiharcoljon egy szabadrúgást. A távolság valamivel kevesebb, mint 9 méter. Így, hogy pontosan a szagatot vonalra állították a labdát, pontosan 9 méter. Baló a labda mögött. Nem jött be az elképzelés, elcsenték a labdát a fekete mezesek. Lukács Krisztián volt szemfüles, jutalma egy szöglet. Jó volt a lövés, de jó volt a blokk is. Nem tud fordulni a Bombon, marad a MÁV-nál a labda. Egerszegi. Nincs kinek passzolni, nagyon szorosan fogják az elől levő játékosokat. Lukács, Pusztai. Most teszi vissza. Kiliti. Ketten vele szemben, így nem tud kapu felé indulni. Egy lehetőség marad, visszapasszolni. Pusztai. Ez is szabálytalanak tűnt, az is. Újabb szabadrúgás, ezúttal a másik oldalról. 5. percben járunk, 1-0-ra vezet a MÁV Pusztai Attila találatával. Nézzük, lesz-e valamilyen szabadrúgás variáció, vagy esetleg egyből megpróbálja kapura küldeni. Legurítják Pusztainak, egy láb még belenyúlt, így szöglet. Nem lett volna rossz a lövés, ha eljut a kapuig. Lukács végzi el, megint ott hagyták Pusztait, és a felső lécről pattant le. Szerencséje volt most a Bombonnak, hogy nem befele ment a labda. Egy kemény összecsapás. Csírnagy és a 15-ös számú Pukancsik között. Hát Pusztai gyorsan főszereplő lehetett volna ezen a meccsen. Lőtt egy gólt, Semaját már többször is veszélyeztette a Bombon kapuját.
Megint csak ő teszi jól tovább a labdát Egerszegi fölé. Nagy helyzet volt ez is. Sokkal veszélyesebb eddig a MÁV. Jól kezdték a bajnokságot. A MÁV Alba Kerámia csapata. Az első körben Csé plusz V-t verték 2-1-re. Ezt azonban két vereség követte. A második fordulóban a Klub Fecától kapta ki 5-1-re, majd a harmadikban a Bretton RT-től 4-2-re. Így három forduló után a MÁV a tizedik helyen áll egy győzelemmel és két vereséggel, 5-10-es gólkülönbséggel, 3 ponttal. A Bombon, ha lehet, még jobban kezdte a szezont. Az első fordulóban nem kevesebb, mint 11 gólt lőttek a Turulnak, úgyhogy csak 3-at kaptak. Aztán a második fordulóban egy kicsit meglepetés döntetlent játszott a gárda, hiszen az újonc Traktirár Köfén 2-vel 3-3 lett a vége. A harmadik fordulóban aztán egy újabb győzelem, az Old Boys verték 4-0-ra, tehát úgy, hogy nem kaptak gólt Molnárék. Pusztai a bedobással. Lágyan át a hosszú oldalra. Mellé. Balótól indult az akció, majd most ő fűzheti újra tovább. Molnár. Az elképzelés jó volt. Jó másfél méterrel maradt le a labdáról kis Róbert. Lukács Molnár éri utol, és szereli. Kisjen eladják a labdát a fehérmezesek. Olyannyira kisjen, hogy el is adják végül. Lukács! Lehet, hogy jobban járt volna, ha kapura fordul. Így csak egy helyzet lett belőle. Gól nem. Kis fésű. Lágy ívelés kis felé. Egerszegi fülelte le. Visszapattan hozzá. Kiliti. Pusztai. Összekocintja a bokáját. Fésű, szabadrugás. Ők ketten eddig nagy harcot vívnak. A két 13-as számú játékos. Labda mögött ismét Pusztai. Bent egyelőre csak ketten várják a labdát. Őket is szorosan fogják, így nehéz lesz megoldani. És majdnem így lett jó. Annyira nem tudta lepasszolni Pusztai, hogy megpróbálta kapura lőni. A lepattanót végül a játékostárs lőte fölé. Molnár elől Egerszegi. Kis. Belelépnek, bedobás. A 9. perc elején járunk, 1-0-ra vezet a MÁV. Fésű. Ez a labda rossz. Balózs Zsolt elmozgott. Nézzük Jankovics kirúgását hosszan előre. Kiliti vette le, azonban már jöhetnek a fehérmezesek. Csé nagy. Elveszti. Lukács fordulna. Nem lett belőle semmi. Talán majd ebből a támadásból. Pukancsik. Újabb lágyívelés, és nagyszerűen mozdult ki a kapujából Pirik Ferenc. Így bedobás. A túloldalon teljesen egyedül érkező ember. Ezt gondolom nem kell kommentálnom. Pirik. Csé nagy. Egerszegi egyből kapura küldi, szép mozdulat volt. Kapura is ment volna. Fésű. Kis. Baló kérte, de nem kapta. Helyette Csénagynál a labda, jó a beadás, és felszabadítanak. Az első igazán veszélyes Bombon akció. Bizony meglehetősen sokat kellett várni rá. 10 percet majdnem. Kis a labda mögött. Fésű. Jó fél méterrel tévedett. Ennyi hiányzott a gólhoz. Cserél a Bombon. Molnár helyett Szoboszlai a pályán.
Pukancsik. Sokat keresik elől Pusztait ezekkel a felívelt labdákkal. Megint csak felé száll a labda. Fésű elemeli, és már ők fordulhatnak. Csénagy. Elég nagy üres terület előtte, el is lövi Csénagy Attila mellé. Egyelőre nem találja góllövő cipőjét a bombon, de hát ezzel így volt a csapat az előző fordulóban is. A 4-0-ra megnyert mérkőzésen az Old Boys ellen az első félidő 0-0 volt, és valamennyi volt, az utolsó 10 percben lőtték. Kis, Baló hátra, egészen a portásig. Kis, sokat van játékban. Hatalmas helyzet volt. Jó volt a labda, amit Kis adott Szoboszlainak. Elég nyakatekert mozdulattal kellett kapura irányítania. Csénagy fejeli fel. Kis. Veszélyesen próbálta megoldani. Bedobás. Lassan-lassan elérkezünk az első félidő feléhez. 1-0-ra vezet a MÁV. Egerszegi. Nem lövi el. A passz pedig rossz. Ezt nem érhette el Lukács. Megint csak Kis. Rengeteget van játékban itt a pálya közepén. Csénagy. Baló érkezik óriási lendülettel. Még megmentik a bombon. Fésű Gábor. Pusztai szerez labdát, de csak azért, hogy Lukács elszórhassa. Fésű. Baló. Kicsiben próbálták megoldani, még mindig ott a lehetőség Kis. És Jankovics piszkált oda. Azonban újra próbálkozhat a bombon, hiszen visszakerült hozzáik a labda. Na nem sokáig. Pusztai. Ellövi mellé. Megpróbálnék bele piszkálni Lukács Krisztián, hát a kapu felé tudja irányítani a lecsúszott lövést. Azonban az túl erős volt ahhoz, hogy igazából veszélyes legyen. Letámad a bombon, így nem lehet közelálló emberekhez passzolni. Muszáj volt most előre ívelni Jankovicsnak. Pusztai, beteszi középre. Ez pedig zsákmánya. Azonnal zár vissza a MÁV. Fésű. Ez most szép labda. Még mindig ott a lehetőség a bombon előtt. Nem tudják betenni középre. Szoboszlai próbálkozott. Csénagy hagyja Balónak. Fésű próbálják fejelni. El is jut hozzá a labda. És sarokkal kellett mentenie Pusztai Attilának. Az eddigi egyetlen gól szerzőjének újabb szöglet. Ebben a tekintetben lényegesen jobb a bombon. Nem figyeltek most középen a fehérmezesek. Valamivel több mint 14 perc telt el a találkozóból. Visszafejeli Csénagy labdáját, Pusztai. A csel jó, de hosszan vette át a labdát. Baló. Át a hosszú oldalra Kisnek. Egy láb mindig odaér. A MÁV játékos mindig oda tud piszkálni. Igazán nagy helyzet, talán egy volt a bombon előtt. Csénagy kapja vissza a labdát Piriktől. Szoboszlai Pukancsikkal küzd, és Pukancsik szerel. Pusztai a hosszú oldalon egy érkező ember. Óriási zicser maradt ki.
Lukács Krisztián könnyedén megduplázhatta volna a csapata előnyét. Négyes számmal, közben Komáromi a pályán a bombonnál. Megint Lukács. Ez rossz passz. Nagy lendülettel jött Kiliti. Azonban csak időlegesen szerezte meg a labdát. Fésű. De középre ez Jankovics zsákmánya. Pusztai. Jó a csel. Lekészíti Kilitinek. Pukancsik. Kiszerez labdát. Nem tudják visszahúzni sem. Fésű. Elsőre nem tudja oda tenni a kapu elé, csak másodszorra. Komoly veszély nem alakult ki ebből a lehetőségből. Bedobás. Kiegyenlített a mérkőzés. Eddig egyetlen gólt láthattunk. És majdnem itt volt a második, nagyon jó volt a próbálkozás Egerszegitől. Tehát egyetlen gólt láthattunk. Ezt Pusztai Attila szerezte még a mérkőzés elején, és ezzel az egy találattal vezet a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz csapata. Szoboszlai, ez szép játék volt. Éppen, hogy hosszú volt Balónak. Cserél a fekete mezes MÁV, a pályán Farkas Roland. Kapáslövés messze mellé. Ez igazából nem okozott riadalmat Pirik Ferencben. Kis. Pusztai lép oda. Bedobás. Fésű. Szoboszlai. Baló. Megpróbálja visszatenni Szoboszlainak. Ott azonban hárman is álltak így. Nagyon nehéz lett volna ez a feladat. Lassan lövőhelyzet Pukancsik. Oda piszkál egy láb, és most fordulhat a bombon. Baló. Baló. Mellé. Nem passzolt Baló Zsolt, megpróbálta egyedül megoldani. Nem jött össze. Pusztai csúsztat, ott azonban nem volt érkező ember. Fésű, Komáromi fut előtte, azonban azonnal rátapad Egerszegi, nem lehetett egyből tenni. Olyannyira rátapadnak a bombon játékosokra a mávosok, hogy el is rontják a fehérmezesek. Kis. Pusztai lép bele, így bedobás. Nagyon sok támadást megakaszt már a MÁV itt a felező vonalnál. Hatékony a védekezésük eddig. Fésű. Szoboszlai pergette tovább a labdát. Szabadrúgás. Pukancsik Zoltán volt a szabálytalankodó játékos. Mindössze egy tagú sorfal. Fésű azért megpróbálta kapura küldeni. Bedobás. Fésű Gábor azonnal jön fejelni. Fejelni nem tudott, de levenni sem. A háta mögé jött egy kicsit a labda. És most fordulhat a MÁV, Farkas. Visszakapja, és belelépnek a lövésbe. Kis blokkolt. Komáromi pedig fordulhat már. Kéri Talajos kétszer is hárítani tudta a próbálkozását Komárominak. Szoboszlai. A kapusról megy ki. Szöglet. Lassan megkezdődik a 20. perc, továbbra is 1-0. Miközben Pukancsikról pattan ki a labda. Pirikik hátra a játékszer. Pusztai. Komáromi piszkált oda. Eléggé kapkodó most a játék mindkét oldalon. Fésű.
Balózs Zsolt fejére szerette volna odavarázsolni Fésű Gábor a labdát, túlságosan magas lett az ívelés. Jankovics precízen leállítja a labdát, meg menetrend szerint Pusztait keresi. Kis. Baló. Szép volt az összjáték. A 20. percben járunk, amikor a Bombon az eddigi legszebb támadását vezette. Baló is kis játszott össze, majd utóbbi próbálkozott meg gólszerzéssel. Szép mozdulattal hárított a kapus. Fésű, ismét egy remek védés. Többször megpróbálkozott már befutni a védők mögé Fésű, hogy fejelhessen. Ezúttal össze is jött. Komáromi, ez hosszú. Túlságosan erősen tette ki neki a labdát Pirik. Egerszegi. Pusztai. Mezény egyik legaktívabb játékosa eddig. Kis. Nagyon szépen játszottak össze az előbb. Balóval. Gyönyörű akció volt. Komáromi. Nincs szabad ember, nehéz passzolni. Fésű kapja Szoboszlaitól. Fésű! Kicsit mellé és egy kicsit fölé. De egyre veszélyesebb akciókat alakít ki a Bombon. Fekete mezesek, ha nem akarnak gólt kapni, figyelniük kell. Komáromi fejeli vissza. Kiliti. Túloldalon üresen Egerszegi, meg is kapja a labdát. Már rosszul veszi át, de még bent tudja tartani. Majd gyönyörűen megy el. Így szöglet. Nagyon szépen csinálta Egerszegi Zoltán. A rossz labda átvétet egy gyönyörű megoldással felettette. Farkas Roland végzi el a sarokrúgást. Kiliti. Egerszegi. Hátra nem lehet adni. Fésű szerez labdát. Fésű kis szerencsével tartja meg. Ez hosszú kisnek. Elérhetetlen. Bombonna visszatért Molnár időközben. Balót váltotta. Fésű. Lassan-lassan. Az utolsó percekhez érkezünk az első játék részben. Továbbra is egy gólt láthattunk. Komáromi. Szoboszlai. Az elképzelés nem volt rossz. Marad nála a labda azonban, hiszen szabad rúgás. Komáromi. A kötény nem jött be. Fordulhat a MÁV. Pusztai. Jól teszi tovább, majd kapná vissza. Szabad rúgás. Valószínűleg egymásnak szaladtak Fésűvel. Valóban nagy csatát hív a két 13-as számú játékos Fésű és Pusztai. Ha jól látom, a fogát fájlalja Pusztai. Egy biztos nem lehetett kellemes. Nagy baj azért nincs. A szabadrugással folytatódik tehát a játék. Farkas Roland a labda mögött. Mellette ott van Pusztai is. Valószínűleg le fogja gurítani Farkas. Úgy is van. Szoboszlai lépett bele a lövésbe, majd sprintel saját labdájára. Azonban Jankovics kivágja. Egy bedobásra így is jó a Bombon azért. Megint csak Szoboszlai. Komárominak szeretné visszatenni. Rövid. Kiliti. Beleért Csénagy. Szöglet. Viszki lesz ebből a szögletből gól. Bátra megpróbálta a kapáslövést Egerszegi. Ez most nem jött össze. Fésű. Molnárt szerette volna a játékba hozni. Hosszú. Pusztai. Kicsit talán a kezével is hozzáért. Minden esetre nem fújtak a bírók.
Pusztai. Mellé. Molnár már a labdával. Nagyon sok labdát elveszít a bombon, már a félpályán. És erre könnyen ráfizethetnek. A szögletet Pusztai végzi el. Ismét próbálkozhat egyel. Farkas perdítése pattant meg egy fehérmezes védőn. Ez már senki nem pattant meg, Egerszegi lőtt a kapura. És ez volt az első félidő záró momentuma. A szünetben tehát 1-0-ra vezet a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz. Pusztai Attila góljával 1-0-ra fordulnak tehát a csapatok. A bombon az előző fordulóban nem lőtt gólt az első félidőben. Végül 4-0-ra nyert. A helyzet ezúttal hasonló, hiszen Molnárik ezúttal sem találtak be az első 25 perc során. Azonban most nem kaptak. De vezet az ellenfél. 1-0, tehát innen folytatják a csapatok. Fésű. Csénagy. Molnár mozgott keresztbe. Nem kapta azon a labdát. Olyannyira nem, hogy vissza is kell fordulni a Csénagynak. Hagyja is Kisnek a labdát. Próbálj meg ő indítani. Balóval játszott össze Kis, megint nagyon szépen csinálták. Nem ez volt az első közös akciójuk. Fésű, most egyedül hagyják. Molnár teszi vissza, Fésű bólint, a kapufa ment. Aztán hiába vetődik be Csénagy, ez már kirúgás. Nagyon szépen csinálta most a bombon. Bizony néhány centim múlott, hogy nem egyenlítettek. Pusztai csúsztat, ez messze mellé. Csénagy. Kiliti és Farkas próbálta együttes erővel szerelni, nem sikerült. Szöglet. Kis jön elvégezni. Fésű fölé. Még egy szögletet el szeretett volna végezni Baló. Azonban kirúgással folytatódhat a mérkőzés. A játékvezetők jelezték, hogy kirúgás. Csénagy. Nem a legjobban csúsztatta most meg a labdát. Majd el is adja a bedobás a MÁV javára. 28. percben járunk a mérkőzésen. Továbbra is egy szem Pusztai gól a mérleg. Ezzel vezet a feketében játszó MÁV. Kiliti. Visszaemel ide, ott nincs játékos társ, azonban Pusztai visszaszerzi nagyon harcosan, és végül Pirik. Fésű. Letámadnak most a feketemezesek. Molnár elől kipöccinti Egerszegi. Bedobása a hatos vonalán, egy vonalában. Fésű megint jön a hosszú oldalon, most azonban jól mozdul ki Jankovics. Majd el is adja a labdát, ugyanaz a lendülettel a kapus. Kis. Ő is. Igaz, kezezett Kiliti, így szabad rúgás. Nem nagyon mozognak egyelőre a társak elől, nem volt kinek adni. Vissza is kerül hozzá a labda, Fésű. Belenyúl Pusztai, bedobás. Molnár középre, Kis felé, meg is jut Kishez, mellé. Az első fél idő közepei nem nagyon tudott helyzetbe kerülni a bombon, azóta azonban már volt több gólszerzési lehetőségük is. Ezek rendre kimaradnak egyelőre. Pusztai fejeli vissza, Kiliti.
Farkas hátra, Pukancsik. A leghátsó ember Egerszegi, természetesen a kapuson kívül. Pukancsik lövi el, nem volt rossz. Kis. Való. Óriási küzdelemben Pukancsikkal. Ez nagy labda. Jó a vetett labda középre. Molnár hagyja ki. Nagy helyzet volt. Gyönyörűen kapta Kis. Belőtte középre. Molnár egy kicsit ki volt sodrolva már. Így nem tudta igazából kapura irányítani. Csénagy. Való. Egerszegi veszi el tőle. Megpróbál indítani, azon belenyúl. Kis. Csénagy. Kis. Sokat van játékban. Pusztai. Ez egy remek lövés. Bedobás. Ahogy megszerezte Pusztai, ráfordult és el is lőtte. Pirik ügyel bajjal megszelídette a labdát. Molnár. Keményen odalép Pukancsik, szabad rúgás. Jogosan jelezte Molnár. Fésű. Őt is húzták azért. Való. Kis. Elvesztette. Egerszegi azonban nem tud lefordulni, valósággal lepattant fésűről. Nagy lendülettel érkezett. Molnár. Bedobás, kim volt már a labda. Közben Pusztai, nek nincs szerencséje ezekkel a fejesekkel mai napon. Másodszor sérül meg. Összefejeltek Molnárral. Egerszegi csúsztat. Pusztai, aki már teljesen felépült. Kis most lefordulhat. Majd lendülettel azonban elé vetődött Pukancsik. Így nem lehetett tovább tenni. Egerszegi. Elcsúszott. És nem tudja megtartani. Fésű. A 32. perc járt le ebben a pillanatban, továbbra is 1-0-ra vezet a MÁV. Még a második perc végén, a harmadik elején Pusztai Attila lőtte az egyetlen gólt eddig. Nincs gól szület egyelőre. Pirik. Baló. Kis. Illesen be a kapu elé, ez bedobás így. Csín egy keresi a társat, akit megjátszhatna, Molnár. Elpöccintették előre, nem tudta visszatenni lövésre már, Egerszegi. Pukancsik. Farkas el az utolsó pillanatban, fésű tisztázott. Villámgyorsan is végezték a bedobást a feketében játszó MÁV játékosok. Nem volt rossz az elképzelés. Ez kéz. Kis. Való vissza, fésű. Távolról fésű. Könnyű zsákmány volt. Pont a kezébe jött Jankovicsnak. Kiliti. Rossz volt az összjáték ezúttal Kiliti és Pusztai között, bedobás így. Kis. Ismét gyakorolhatják a bedobást a bombon játékosok. Közben cserélnek is. Molnár helyett visszatér Szoboszlai. Csénagy. Fésű.
való nem tudta tovább tenni, ketten is körbevették azonnal. Szoboszlai kicsit elpattant tőle, de meg tudja még menteni. Ezúttal bravúrral kellett hárítani Jankovicsnak. Csé nagy lőtt kapura. Szoboszlai. Ott az érkező ember, és egyenlít a bombon, Fési a gólszerző. 35. perc végén járunk, amikor egalizálnak a fehérmezesek. Szoboszlai tette meg középre a labdát, Fési pedig, ahogy jött kapásból, szépen ellőtte a jobb alsóba. Negyed órája van mindkét alakulatnak, hogy maga javára fordítsa a találkozó állását. Komáromi, közben beállt. Szoboszlai. Mellel még tovább tudja tenni. Jól felezi a labdát Kiliti. És nem volt kin. Most van kin. Megállt Szoboszlai. Azonban nem jött a fügy szó. A játékvezetők tovább engedték a játékot. Most már ketten hagyják ott a bedobást. Megint csak Szoboszlai. Ilyen szituáció előzte meg az egyenlítő gólt, és majdnem ebből jön össze a vezető gól is a bombonnak. Kísérteties volt a hasonlóság. Megint csak Szoboszlai dobott be, megint csak Fésű érkezett. Ezúttal a helyén volt Jankovics. Egerszegi ezt nem érhette el, ezt az előre ívett labdát Fésű. Pirik. Ott az újabb lehetőség, és mellé. Ide-oda pattogott a labda, végül Pusztairól. Pattant a kapu felé, beleért még Pirik Ferenc, így szöglet. Kiliti a labda mögött. Ott nincs senki. Egerszegi mögé jött, még az időközben pályára lépő Molincs Péternek pedig nagyon messze volt ez a távolság. Jó 6 méterrel ment előtte a labda. Szoboszlai, Komáromi, hát csak immel-ámmal támadták, nem történt szabálytalanság. Ez rossz labda. Pusztait keresték megint. Szoboszlai teszi le, és messze keresztbe Komáromi. Pusztai, ezúttal egyedül, elszakadt őrzőjétől. Pusztai, ügyel bajjal, de megtartja, egészen eddig a pillanatig. Kis. Egerszegi volt az, aki keresztezett. Szoboszlai, jól gurít vissza, Fésű, ismét egy remek védés Jankovicstól. Sokkal több helyzete van a második fél időben a bombonnak. Hatalmas zicser. Való gyakorlatilag egy lépésről lőtte mellé a labdát. Hát ennél nagyobb helyzete nem nagyon lesz már a bombonnak, az biztos. Gyakorlatilag csak a kapu felé kellett volna irányítani. Marad az 1-1. A 39. percben járunk. Akkor Szoboszlai próbált meg csúsztatni. Majdnem be is jött. Teljesen beszorult most a MÁV. Való hagyja. Fésű. Egy szögletet összehoztak. Megint Szoboszlai érkezik. Fési most nem mozog a labda irányába, mozgott azonban Komáromi, és be is vágja 9 méterről. 35 percnyi gólképtelenség után 4 perc alatt fordít a bombon. Hiába vezetett végig a meccsen 35 percig eddig a MÁV. 4 perc alatt 2 gólt kapnak, és már is az ellenfélnél van az előny.
Most már nekik lesz sürgős. Gyorsan is végzik a bedobást. Meg Erszegi. Kiliti teljesen egyedül. Szépen csinálták. Kis egy lágy ívelés Komáromi felé. Még ott a lehetőség. Visszafejeli Komáromi. Ott pont nincs senki. Végül Lukács vágta ki. Fésű. Végül Szoboszlait választja. Kis. Nyakatekert mozdulattal próbált a kapuba jutatni Baló. Nem sikerült. Pusztai fejeli tovább, hogy azt már megszokhattuk a mérkőzésen. Rendre ezt próbálják játszani a mávosok. Pusztai lefejeli a labdát, az érkező ember pedig próbál gólt lőni. Nem először láthattuk ezt a találkozón. 40 perc telt el a mérkőzésből. 2-1-re vezet a Bombon a MÁV ellen. A fehérmezeseknél a Bombonnál Fésű és Komáromi lőtte gólokat, míg a másik oldalon Pusztai volt a gólszerző. Kis a túloldalon egyedül, bedobás után. Ez egy lecsúszott labda. Könnyedén gyűjti be Pirik. Szoboszlai csúsztat. Gyönyörű. Gyönyörű jeleneteket láthattunk. Remekül csúsztatta meg Szoboszlai, a kapufa mentett. Baló. Még csak Szoboszlai próbált gólt lőni. Ezúttal jóval nagyobb volt a tévedés az irányzékban. Jankovics megint a már bevált koreográfia, nem tudja megcsúsztatni Pusztait. Van vele több mint 8 perc van hátra a mérkőzésről. Pukancsik, ez egy ilyen erős lövés volt. Ott a kipattanó még, ez pedig mellé. Nagy lövés volt, amit megeresztett Pukancsik Zoltán. Aztán ő ment, bedobás. Szoboszlai végzi el ezt is. Fésű megint mozog a labda irányába, ezúttal nem találja el. Monics. Egerszegi valósággal elveszett ott a két nagy ember között. Pusztai. Rossz a passz vissza Monicsnak, dobhatnak a fehérmezesek. Történik mindez a 43. percben. 2-1-re vezet a Bombon. Nekik most már nem sürgős. Baló. Jól készíti le. Ez gyönyörű szerelés volt. Így szöglet. Bizony. Ketten szerelték végül Szoboszlait. Szoboszlai. Élesen be a kapu elé, Kisről megy mellé végül. Az állás nem változik. 2-1. Komáromi fejeli ki. Dobhat a MÁV. Egerszegi. Pusztai. Lukács. Rossz helyre. Szoboszlai. Toldalon Komáromi kérné. Komáromi még mindig elég egyedül, most lépett ki rá Pukancsik. Baló. Belepiszkálnak. És most lefordulhatna a MÁV. Fésű szabálytalankodik. Olyan taktikai szabálytalanság volt, hogy ne tudjanak megindulni a feketében játszó mávosok. Lukács. Visszateszi lövésre. Jó is a próbálkozás. Bodor eresztette meg. Szoboszlait nagyon egyedül hagyták most. Nem tudta kihasználni az ittszert. Bodor. Két ember között próbálja tovább tenni. És Piriknek kell kivetődnie.
ketté szakadt most a pálya. A MÁV hajt az egyenlítő gólért. Bonbon pedig megpróbál magabiztosabb előnyt kovácsolni. Kis. Baló a hosszú oldalon. Bodor lépett bele a beadásba. Jön Farkas Roland a MÁV-nál. Pukancsikot váltotta. Bedobásra pedig Szoboszlai. Újabb fésű próbálkozás. A jobb alsó sarok előrúgta ki Jankovics. Kisebb monológot láthatunk. Bemutatja Pusztai és a játékvezető. Labda elhagyta a játékteret, szöglet. Szoboszlai fogja elvégezni. 2-1 továbbra is a Bonbon javára. Fésű. Visszatenni kapu elé, most fordulhat a MÁV. Nem értették meg egymást. Komáromi 3-1 ellen, és ki is használja a Bonbon. Szoboszlai 3-1. Azt hiszem, ezzel eldőlt a mérkőzés, hiszen 4 perc van hátra, és 2 góllal vezet a Bonbon. Követi az elmúlt forduló receptjét a fehérmezes gárda, hiszen akkor sem tudtak gólt lőni a szünetben, mint ahogy most sem. Akkor 3-at vágtak a második fél időben. Elnézést, akkor 4-et, és most eddig 3-at. Lukács már csak a vonalon kívül tudta megmenteni közben a labdát. Lukács. Csé nagy veszi el tőle. Ismét 3-an vezethetik a kapura a Bonbon sok a labdát. És ezúttal sikerül menteni Kiliti. A következő fordulóban egyébként a Bonbon a maraton sporttal játszik, mint a MÁV a Mádogossal majd. Kis. Jó a csel, Kis, belelépnek a lövésbe. Farkas Roland. Nágyivel, és ott nincs senki. Egy hatalmas fejes, elérhetetlen. Lukács. Dobhat a Bonbon. Ezek szerint beleért valaki. Molnár ott hagyja Kisnek, fésű. Molnár lefejeli, Baló. Vissza Molnárhoz. Jankovics kinn a kapujából, Csénagy próbálja kapura fejelni, és Jankovics húzza le. Kiliti. Lukács. Még bent tudják tartani a labdát, Farkas. Ezen az oldalon teljesen egyedül volt az egyik MÁV játékos. Ez könnyedén Jankovicsé. Filótást hagyták itt az előbb egyedül. Kiliti. Lukács. Belenyúlt egy láb, könnyedén lett Pirik zsákmánya. Molnár. Kisnek hosszú. Még megpróbál gólt szerezni a MÁV, hát ha összejön, nem jött össze. Megint jó helyen áll Pirik. Pont oda jött a labda. Fésű. Baló. Elől egyelőre csak Molnár. Majdnem így lett veszélyes. Valamivel több mint egy perc van még hátra a mérkőzésből. 3-1-re vezet a Bonbon. Kiliti. Ez szabadrúgás. Kis volt a szabálytalankodó. Keresztlabda Farkas felé, bedobás. Nem sokat vacakoltak
a bombonosok, kivágták a labdát messze. Az utolsó percen belül járunk már közben. Egyenlően labda nincs, pedig ez a játék legfontosabb eleme. Továbbra sem tudják folytatni a csapatok a mérkőzést, hiszen nincs labda. Most jött meg. Bodora bedobással. Fésű. Tiltás középre teszi. Még mindig ott a lövési lehetőség. És végül kijön a labda. Bombon kapujának előteréből. Jankovics hosszan előre. Fésű. Baló. Csénagy. Jól teszi vissza Balónak. Szöglet. Ezután nincs a pályán Szoboszlai, úgyhogy Baló végzi el a sarokrúgást. Fésű. Visszafejeli. Csénagy. Egészen hátra. Kisig a labda. Azonban már nincs idő újabb támadást indítani. 3-1-re nyer a Bombon, úgyhogy a szünetben még 1-0-ra a MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Kronosz vezetett. A gólszerzők a Bombonnál Fésű, Szoboszlai és Komáromi, míg a másik oldalon Pusztai. Még egyszer a végeredmény, MÁV Alba Kerámia 57 Kft. Bombon 3-1-3. Négy forduló után még mindig 100%-os a Bádogos és a Bretton RT, míg a Jó Rádió megszerezte első győzelmét a bajnokságban. Következzenek az összefoglalók. A forduló nyitó mérkőzésén a listavezető Bádogos az ezúttal fehérmezben pályára lépő Old Boys-szal találkozott. Az első játékrész közepéig nem bírtak egymással a csapatok, a 13. perc után aztán a Bádogos mezőnyfölénye már gólelőnyben is megmutatkozott. Az Old Boys hiába szerezte meg a szépítő gólt, szinte azonnal jött a válasz. A második játékrészben tovább nőtt a Bádogos előnye, a kérdés csak az volt, hány gólig jutnak a zöldek. Végül két számjegyűvé tették találataik számát, és 10-2-re nyerték a mérkőzést. Többé-kevésbé már a meccs kezdetekor borítékolni lehetett a klubfeca sikerét a Fevita ellen. A sárgák nem tudtak teljes csapattal felállni, így az egész mérkőzést létszámhátrányban játszották végig, és a kapujukat is mezőnyjátékos őrizte. A feca így végig támadta a mérkőzést, még a Fevita erejéből csak szorványos ellentámadásokra futotta. A 30. percben 4-0-ás feca előnynél a becsületgólt is megszerezték a sárgák, a találkozót azonban végül 6-1-re a klubfeca nyerte. Két 6 pontos együttes találkozott a Fejér Víz C plusz V Atlantis Pub mérkőzésen. A jóval rutinosabb C plusz V okosan féken tartotta riválisát az első játékrészben, a sárgamezesek csak kevés lehetőséget tudtak kialakítani. Mivel a kékek támadásban is remekeltek, szünetre ők térhettek 2-0-ás előnnyel. A második játékrész közepén aztán végleg eldőlt a derbi, ugyanis egy kisebb összecsapás után a Fejér Víz egyik játékosát piros lappal végleg kiállították. Hiába lőtt gólt emberhátrányban is a Fejér Víz, lefújáskor a C plusz V ünnepelhetett 5-1-es győzelmet. Sokkal nehezebb mérkőzésre számítottam, gondoltam, hogy nagyobb lesz a hajtás, és hát ezzel meglepődtem, hogy nem tudtak olyan irányot diktálni, ami esetleg ellenük lehetett volna, az hatásosabb lett volna. Így amikor nálunk van a labda, akkor mindig úgy érzem, hogy jó helyen volt, és hát bejöttek a helyzetek, szerencsénk is volt, úgyhogy megérdemelten nyertünk. Helyzeteink voltak még 1-0-nál, 2-0-nál is nem mentek be. Kiállítás azt szerintem eldöntötte a kérdést, úgyhogy még utána is volt egy helyzetünk, feljöhettünk volna, rúgtunk egy gólt, de igazából szerintem fegyelmezetlenek voltunk, közel elment a meccs. Kiválóan kezdte a Jó Rádió elleni mérkőzését a Dekkebau, hiszen 70 másodperc elteltével már 1-0-ra vezettek a zöldfehérek. A mezőnyben egyedüliként pont nélkül álló rádiósok nem törtek össze, egyre inkább átvették az irányítást, mely a szünetig 3 gólban testesült meg. A második játékrészben sem vett vissza a tempóból a Jó Rádió, rövid idő alatt újabb 3 góllal terhelték meg az ellenfél kapuját. A Dekkebau megpróbálta kozmetikázni az eredményt, a rádiósok azonban erre is tudtak válaszolni, és 9-3-ra nyerték a találkozót. Én azt hiszem, hogy most legalább annyira jól játszottunk, mint a múlt héten. Ott volt valami rövid zárt az utolsó 10 percben, és tehát csúnya vereség volt, de ma azt hiszem, hogy kijött a lépés, és ezt vártam volna a múlt héttől is. Sokan sérültünk, 4 sérült játékosunk van, éppen ki voltunk. Tehát ha így folytatjuk, nem lépjünk fel a sérüljeink, akkor nem sok esélyük lesz a bennmaradásra. Lüktető játék és rengeteg helyzet jellemezte a Truck Trailer Köfén 2 Turullány mérkőzést. Az elmúlt héten magabiztos győzelmet arató Turul lendülete erre a mérkőzésre is kitartott, hiszen az első 25 perc közepén már 2 góllal vezettek a narancssárga mezesek.
A Trák azonban nem hagyta annyiban a dolgot, előbb szépített, majd a második félidőben egalizált az újonc. A találkozó végére azonban elfáradt a Trák tréler, és az ellenfél nagyobb rutinja eldöntötte a mérkőzés sorsát. A Turullány 4-2-re győzte le a Trák tréler Köfén 2-t. Ez a mérkőzés annyiban különbözik az előzőtől, hogy most szerintem lelkesedésben egy kicsit mindenki többet hozzátett. Gondolok itt a egy-két védő játékosunkra, akik most a támadásukban is aktívan részt vettek, és hát szerintem ezzel tudtuk megbontani őket. Úgy néz ki, hogy még egy kicsit szervezetlenek vagyunk ehhez az osztályhoz, pályán kívül és pályán belül is. Nem bírt el a csapat fejben ezt a mai mérkőzést. Nagyon jó volt az ellenfél, passzoltak. Mi próbáltuk tördelni, futni a játékot, nem sikerült. A bajnokságot győzelemmel kezdő, majd két vereséggel folytató zöldmezes maratonsport a 3-ból 3-at nyerő Bretton RT ellen kívánta javítani mérlegét. A maraton szoros őrizet alá vonta kapuját, a Bretton nem nagyon tudott mit kezdeni a fegyelmezett védekezéssel. Mivel Szabó Zoltánnék nem csak a saját kapujuk előtt vitézkedtek, a második félidőt ők kezdhették előnnyel, melyet hamarosan tovább is növeltek. A nagyhajtásban azonban elfáradt a maratonsport, a Bretton szép lassan felzárkózott, majd a vezetést is átvették a fehérek. Erre már nem tudott válaszolni a maraton, így a találkozót a Bretton RT nyerte 6-4-re. Iszonyatos nehéz meccs volt, nem számítottunk ennyire, de az elején simán megleptek minket, sokkal jobbak voltak, gyorsabbak, erőszakosabbak. Állva maradtunk az első negyed óra végén. Hát mostanában több meccset sikerült vesztett állásba fordítani, de ezt nem gondoltam volna, hogy ez is sikerülni fog. Mérkőzés két fél időben, tehát hiába vezetünk. Az első fél időben, ha végén így ránk másznak, akkor ezeket a meccseket sorra elvesztjük. Nézzük még egyszer a negyedik forduló eredményeit. Old Boys Bádogos 2-10, Mávalba Kerámia 57 Kft. Kronos Bombon 1-3, Fevita Klub Feca 1-6, Fejérvíz C plusz V Atlantis Pub 1-5, Dekkebau Jó Rádió 97.1 3-9, Truck Trailer Köfén 2, Turullány 2-4 és Maratonsport Bretton RT 4-6. A tabellát a 12 pontos Bádogos és Bretton RT vezeti, harmadik a Bombon 10, negyedik a Klub Feca, ötödik a C plusz V Atlantis Pub 9-9 ponttal, hatodik a Turullány 6, hetedik a Fejérvíz ugyancsak 6 ponttal, őket követik a 3 pontosok, a 8. Dekkebau, a 9. Jó Rádió, a 10. Fevita, a 11. Maratonsport, a 12. Mávalba Kerámia 57 Kft. Kronosz és a 13. helyezett Old Boys, a 14. a Truck Thriller Köfém 2 1 ponttal. Az 1B osztályban a héten nem rendeztek fordulót, így természetesen az állás változatlan. A bajnokságban a Duplex 2001 Kft. Vezet 9 ponttal, az ugyancsak 9 pontos Picicsel FC előtt. Harmadik a Széphő Alba Logisztik, negyedik a Cooper SC, ötödik az FC Chelsea, hatodik az Alba Komplett, hetedik a Placbau, nyolcadik a Koral, kilencedik a Más Tészta, tizedik a Ságépítő Prizma, tizenegyedik a Total Food, a 12. Opsitos, a 13. Selgáz és a 14. Poják BT még nem szerzett pontot. A jövő héten az 5. fordulóval folytatódik a bajnokság. Nézzük a párosításokat. Kedden 19 óra 30 perckor a C plusz a Dekkebauval, majd a Jó Rádió a Truck Trailer Köfém 2-vel, a Bombon pedig a Maratonsporttal méri össze erejét. Csütörtökön 18 óra 30 perctől a Bretton RT a Fevitával, a Turullány az Old Boys-szal, a Klub Feca a Fehérvízzel, míg a Bádogos a Mávalba Kerámia 57 Kft. Kronosszal találkozik majd. Ez volt mára a kispálya, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten. Viszontlátásra!